15. fejezet. Gyermektelenek. Midőn én először találkoztam velük, Gyöngyvirág 18 esztendős volt, mint egy borongós, fázékony, rövid tavasz. Míg Don Quixote az 50. esztendő ecetfa virágos, tágas égboltozatú mesdjéjén ballagott. Ha néha körülnézett, oly messziségeket látott már életében, mint a bástyafokról a távolban kanyargó üres országutakat. A férfiú Gyöngyömnek nevezte a nőcskét, míg az kisapámnak szólította a férjét. Szép volt az életük, mint az őzek őszi reggele a piros vízmosásban. Füst volt minden napjuk, amely nyomtalanul elenyészik a szénégetők kunyhója felett. Friss, ropogós, felvidéki októberi reggel volt a kedvük, amely egészségesen surran útján, mint a pisztráng a poprádban. Fekete nagy kutyájuk volt, amelyet úgy tiszteltek, mint valami 48-as honvédet, és a kedvéért délutánonként elsétáltak a tököli vár alá, abba a ligetbe, ahol vének voltak a bástyafalak. A fák csak azért maradtak itt, mert nem volt szokás meghalni a városkában. A padok úgy guggoltak a hervad sétautakon, mint macska bőrbe kecses öregemberkék a házak küszöbén, és a várárok telve volt esztendők lehullott faleveleivel, mintha egy őrült ifjú szüzet rejtene a levélréteg, aki mezítelenül leugrott a toronyból. Csak a betűk és a szívek voltak ifjak, amelyet a tanulók a faderékba és a lócákba véstek. Gyöngyöm a zipszer bót egy báli név sorából próbálgatta kitalálni, kit jelentenek a bevésett kezdőbetűk, szívek közepébe rajzolt nevek. És ifján zúgott a folyó is a vászongyár felől, amely itt harsogba végezte mindennapi tennivalóját. A nagy kerekek a világ végezetéig forogtak, és a zsilipek a végtelenségben mormogták egyhangú nótájukat. De alant a hidacskán túl, ahol ellassul a víz folyása, mint kiégett szenvedélyek után az élet, öreg fehér ludak és tarka bölcs récék úszkáltak elhalkulva. A folyócska mentén a legvégebb tótok cammogtak deres lovacskáik és ősz fenyőszálaik mellett az országúton, mintha ez volna igazi célja az emberi életnek. Tehát itt sétálgattak a ligetben a vár alatt, s azt a hangot hallhatták meg a maguk életéből, amit akartak. Don Quixote különös vonzódást érzett a hosszú tót szekerek elnyúló nyikorgása iránt. Úgy figyelte hangra, mint egykor a madárfütyre, míg Gyöngyvirág. Gyöngyvirág a ludak kiáltására csapta össze a két kezét, midőn azok őszöreg emberek módjára próbálgatták szárnyaikat a vízpallón. Bukfenc, szólt az új funlandi ebhez az asszonyka, midőn esteledni kezdett. A magosban megropogott a fák koronája, mintha sasok, vagy kísértetek térnének vissza a várba éjszakára. De ők boldogan ültek egymás mellett, mint a kék varjúk egy faágon. Ilyen öreg ember szeretnék lenni, gondoltam magamban. Második találkozásunk körülményesebb volt, mint egy nagyvilági élmény. Emlék a szép napokra, amelyeket tán ők is emlegetnek, mint egy csodálatos utazást, midőn tovább folytatták előbbeni életmódjukat a vár alatt. Ez egy nagyobb felvidéki város Orfeumában történt. Könnyelmű nyár volt, a kertnek cserés pomádé szaga volt, a mikádóhoz címezték, és a színpadon mutatkozott táncosnők tarlatán szoknyája ráborult a helybeli kopaszokra és vadászrohás vigécekre, izgatott hadnagyokra és az érettségiző kedvű szalma özvegyekre. Bohónyár, csak a pénztelen ifjúság koptatja lábát a zegzugos utcákon ártatlan varró kisasszonyok után. Akinek némi hatalom van az erszénykéjében, a vándortársulatot támogatja.
Mint a féle bús utazó, aki bizonyosan felejtés miatt került az idegen helyre, természetesen a dobost vettem szemügyre. A nők rikácsolását már sokszor hallottam előbbi életemben, de a dobos kedves és szeretetre méltó férfiúnak látszott, mert igen komolyan vette a mesterségét. Olyan kopasság terjedt fel a fején, mint az éjjeli zenészekén. Tekintete jóságosnak és ravaszkásnak látszott, bár soha egyetlen pillantást nem vedett a színpadra, bizonyos volt, hogy pontosan tudja, mi történik odafent. Megértő és megbocsájtó pillantást vetett a publikumra, midőn az csendesen izgult csilladalaitól vagy rizibizi táncától. Bölcsember volt. Előadás után nyilván leissza céltalan életét. Délután rossz hírű házakban fekete kávézik, míg este nagy mulatságot lel abban, hogy a dobverőit taktusra lóbálja a levegőbe, mint egy zsonglőr. Kétszer-háromszor megfordult a dobverő a magasban, amíg a kotta azt jelezte, hogy a dobos részt vegyen a játékban. Nem is nagyon csodálkoztam azon, hogy Don Quixote a belépése óta feszült figyelemmel kísérte a dobos dolgát. Majd bort küldött neki, kocintottak, és az utolsó számoknál már Don Quixote ült a nagy dob mellett a zenekarban, és az igazi dobos felügyelete alatt próbálkozott a rejtelmes mesterséggel. Az öreges ember boldog játszik, és megelégedett volt. Dobos volt. Gyöngyön mit tett ezen idő alatt? Ragyogó arccal invitálta meg a sarokasztalhoz a tányérozó művésznőket, csak a nőket, pénzzel és pesgővel kínálta a válkendős, zavarodott énekesnőket, megsimogatta a képüket, nyilván életük körülményeiről tudakozódott. Miért lettek színésznők, van gyerekük, boldogok? És más százféle kérdést intézett a megjelzett arcú hervadozó nőkhöz, akik eleinte tartózkodva felelgettek, de később belemelegedtek és hosszadalmas regényeket hazudtak. Gyöngyöm egyiknek a gyűrűjét, másiknak a pénzét ajándékozta. Könnyesen, boldogan, szinte titkos áhítattal hallgatta az eseteket. Azután vége lett az előadásnak, a dobolásnak, a pesgőzésnek. A házaspár sóhajtott, Don Quixote kezet fogott a dobossal, Gyöngyön barátnői pillantást váltott az énekesnőkkel, és könnyes, megelégedett arccal eltávoztak. 1917-től 1919-ig.